Június 20-a és 23-a között szervezte meg nyári néptánctáborát a Kenderkóc Hagyományőrző Egyesület. A Dorogi Márton Művelődési Központban megtartott ingyenes foglalkozás sorozatba televíziónk is bepillantást nyert. A táborról és a programokról Nagy András Balázsné Baranyai Halnalka egyesületi elnököt kérdeztük. Idén második alkalommal rendeztük meg a Kenderkóc Hagyományőrző Egyesület a második püspöklenányi gyermek néptánctábort, viszont itt nem csak püspöklenányi gyermekek, hanem a környékbeli gyermekek is részt vehetnek ezen a táborban. 5-től 10 éves korosztály vesz részt ebben a táborban, nem csak népi gyermekjátékokkal, hanem ugróiskolával, drámapedagógiai játékokkal, illetve néptánc előkészítő játékokkal is ismerkednek meg a gyermekek, ezen kívül pedig népi hangszerekkel is találkozhatnak, népi hangszerbemutatóra is sor került, illetve a Sárkányhúzó zenekar is a hétfői napon részt vett a táborunkban. Ezen kívül a keddi napon a hetet hét játszóház vezetésével népi kézműveskedésen vehettek részt a gyermekek, körmöcskézést, kötélverést, illetve gyöngyfűzést és próbálhattak ki. Ugyanakkor még egy magyar népmesét is hallhatnak a mai napon az itt lévők, méghozzá Nádasné Szabolcs Ildikó tolmácsolásában a Székely leány és az Ördög című magyar népmesét hallhatják majd a gyermekek. Nagy szeretettel várjuk itt Ildi nénit is, hiszen ő is ugye több mint 40 évig ő vezette az egyesületet, és ezért minden ilyen rendezvényünk visszavárjuk, visszahívjuk. Táborunkban körülbelül 30 gyermek vesz részt, azért mondom, hogy körülbelül, mivel minden nap egy kicsit változó, hiszen volt, hogy évzáró volt ezen a héten a gyermekeknek, illetve vannak segítőink is, hiszen a csimpolyás, illetve kenderkócos táncosok is részt vesznek a táborban, mint segítők. A táborunk az hétfőtől csütörtökig tart, ez egy délutáni, kora esti foglalkozás, 4:30-tól este 7 óráig tart a tábor, azért, hogy ne legyen annyira hosszú ugye a kisgyermekek számára. Az egyesület elnöke elmondta, a gyerekek nagyon élvezték a tábort, hamar ráhangolódtak a különböző játékos feladatokra. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól érzik magukat a gyermekek, önfeledten tudnak itt játszani, illetve önfeledten tudják jól érezni magukat, illetve meg tudnak ismerkedni a néphagyománnyal, népművészettel. Úgyhogy én bízom benne, hogy ezt az útravalót viszik majd magukkal. A táborunkat pedig a Csóri Sándor alapsegítségével tudtuk megvalósítani. Ez egy nagyon jó pályázati lehetőség, és így a gyermekek számára ingyenessé tettük ezt a tábort, hogy mindenki részt tudjon venni rajta, aki szeretne.